Fiatalok és idősek egyaránt táncra perdültek tegnap este a 11. zenészbálon. A minden évben hagyományosan megszervezett rendezvényre általában 4-5 zenekart hívnak meg. Ez alkalommal 5 együttes musikált a bálozóknak. Nagyon jól érzem magam, nagyon szeretem az ilyen bálokat, bulikat, fergeteges a hangulat, nagyon jó. A lakodalmas zenére nem csak a helyiek voltak kíváncsiak, külföldről is érkeztek a rendezvényre. 2 éve járunk át, és nagyon megtetszett. Otthon nincs ilyen hangulat, ami itt van, és akkor megtetszett. Az ilyen bálok lényege, hogy a zenészek is kikapcsolódhassanak, és ne csak a közönséget szórakoztassák, hanem magukat és családtagjaikat is. Találkozunk a zenész kollégákkal. A másik dolog, ami nagyon fontos, a feleségeket, a párjainkat ki tudjuk hozni egy szórakozó estre, ami hát látjuk, hogy milyen gyönyörű, milyen szép. A fellépők között egy magyarországi zenekar is szerepelt, de a hazai zenészek is elhúzták mindenki nótáját. A zenész bál az zenészek összetartásáról szól, elhozhatjuk családtagjainkat, bírunk egy jót szórakozni, mert ugye egész évben nem, a muzsikálás az nem arról szól, hogy szórakozunk, hanem az egy részben munka is. A 3 tagú szervezőgárda minden évben megrendezi a zenészbált, fontosnak tartják, hogy lehetőséget adjanak a zenekaroknak is a pihenésre. Évről évre törekszünk, hogy mindig jobb és jobb legyen. Az idén rekordot döntöttük akár vendégszámban, akár zenekar fellépésében, és szeretnék még fokozni egy kicsit, ha van rá mód. A zenészbált jövőre is megszervezik, abban bízva, hogy még többen látogatnak majd el az eseményre.